A nyári pihenőt követően augusztus közepén megkezdte a felkészülést az NB2-es kézilabda bajnokságra a Bakony Erdőpápa. A megfiatalodott felnőttek célja az előttük álló menetelés során, hogy tartósan megragadjanak a középmezőnyben. Míg a juniorok, ahogy mindig, most is esélyesek lehetnek, akár egy érem megszerzésére is. A heti három edzés mellett edzőmérkőzés is szerepel a felkészülési programban. A pontvadászat szeptember második felében indul. Egyelőre a megfelelő erőllét megszerzése a legfontosabb feladata a csapatnak. Pár hét elteltével a labdák is előkerülnek majd. A fiatalokkal kiegészült csapat célja a tavalyinál jobb helyezés. A Bakony Erdő a tabella alsó fele után idén a középmezőnybe vágyik. Heti három edzésre készülünk az idei szezonra. A felnőttekkel hétfőn nincsen termünk, így szabadtéren futóedzéseket vezényelek, illetve szerdán és pénteken a zacsári iskolatorna termében készülünk fel. Egyelőre kondicionális és nagy erőkifejtő edzésekkel, és egy jó két hét múlva térünk le a labdás edzésekre. Milyen kondiban vannak így a szünet után a fiúk? Voltunk már jobban is, de rosszabban is. Idén kicsit próbáltam előtérbe helyezni az alapozást és a fegyelmet. Ilyen módon szeretném elérni, hogy kicsit emeltünk a kilókon is, meg az ismétlés számokon is, de egyelőre elég jól működik a dolog, tehát elég jól kiszűri ez a fajta edzésmódszer azokat, akik inkább csak levezetésnek tekintettek erre a csapatra. Próbálunk most arculatot váltani, a lelkes fiatalok mellé a nagy öregekből próbálok egy ütőképes pápai csapatot csinálni már harmadik szezonban. Most van rá a legjobb esélyünk, mindig mondtuk, hogy na majd ez lesz a mi évünk, meg az lesz, aztán közben a fiatalok még nem értek fel. Most az első generáció itt van, velük lehet dolgozni, hozzájuk ide tartoznak azok a játékosok, akik NB1-bés rutinnal is rendelkeznek, velük együtt egy ütőképes csapat alakulhat ki, hogyha legalább ennyien tudunk edzésen lenni. Hát sokat nem változott a helyzet még a tavalyihoz képest, az első edzésen azért elég szép számmal voltunk, most is 12-en vagyunk, ami azt gondolom, hogy első körben jó, aztán lecseng ez a nyaralásos időszak, és addigra akkor tulajdonképpen a pár légiósunkkal kiegészülve megleszünk teljes csapatra, egy 16 fővel számolhatunk, akik aktívan tudnak edzeni velünk. Akár védekezésben, akár támadásban készültök-e valami újdonsággal a következő szezonra? Mindenképpen. Végre sikerül állandósítani az átvédekezést. Kondor János hazatért a külszolgálatból, úgyhogy a falunk közepe megoldásra talált. A Reizinger Szabival ketten középen meg fogják oldani a hatos falas védekezést, de esetenként a Nagy Péter is be tud oda segíteni, jól ismeri a rendszert. Ezen felül megpróbálunk egy nyitott védekezést, ami hát nem tudjuk még, hogy közepesen vagy teljes mértékben nyitott. Ez a kondíciótól is függ, meg attól, hogy hogyan tudjuk ezt gyakorolni. Mindenképpen szeretnénk változtatni. Ez a legelső felnőtt szezonomban is elég jól bejött, amikor az 5-1-1 gyorslábú fiatalokkal tudtuk védekezni. Ha ez idén sikerülne, akkor úgy gondolom, hogy az ismét bajnoki pontokhoz vezethet. Támadásban hát ugye sosem voltunk az a klasszikus modern kézilabdát játszó nagy átlövős csapat, hiszen átlövők hiány vagyunk, inkább cselezős és figuragazdag lesz a játékunk. Ez is azon múlik, hogy mennyit tudunk együtt készülni, lerohanásokat rengeteget fogjuk gyakorolni. Most ennek a megfelelő kondícióját készítjük elő, és minden bizonnyal, ha meg tudjuk futni az ellenfeleinket, és egy 5-6 gyors gólt tudunk lőni azzal a kétes mérkőzéseinket, amik tavaly egy-két góllal elbillentek a túloldalra, most magunk javára tudjuk fordítani. A játékos keretben van-e változás? Füzi Attila felépült éves tércalak sérüléséből, ugye önnek egy szakadása volt, a rehabban most végzett, terveink szerint hétfőn csatlakozik a kerethez. Ezen kívül Keszthelyről sikerült a Lukács Dávidot igazolnunk, aki inkább juniorban erősít és elsősorban, egy combizom szakadásból épül fel, de elég jó halad, a junior edzőtábort már teljesítette velünk, így őre számíthatunk, de elég fiatal, így még azért egy kapust szeretnénk igazolni, hogy ki ez egyelőre még rejtély. Vannak kiszemeltek, de biztosat még nem tudok ez ügyben mondani. Ezen felül a Zetószesek kötelékéből egy korábbi kézilabdázó valószínűleg csatlakozik hozzánk, az ő nevét is, hogyha biztos, akkor árulnám el. Úgy gondolom, hogy vele tudunk akkor lövőben erősíteni. Ugye pótolnunk kell Szakás Dánielt, aki külföldi munkavállalása miatt nem tud, vagy csak nagyon korlátozott számban az Egyesület rendelkezésére állni. Ezen kívül Péter Levente talán eligazol, ezt egyelőre nem lehet tudni, mert még hivatalos megkeresés nem történt. Ő az Etosz-esével edzésbe jelentette, hogy távozni szeretne, de mind a mai napig az Etosz-ese nem kérte ki az igazolását, bár ez annak is
betudható, hogy a kézilabda szövetség átigazolási rendszere idén megváltozik, és teljes mértékben elektronikus lesz, de még nem tájékoztatták a csapatokat, hogy milyen formában lehet igazolni, úgyhogy jelen pillanatban nem lehet igazolni a kézilabda szövetségben. Ugye az elmúlt bajnokságban a Tapolcát sikerült megelőznötök, ennek az átalakult fiatalabb csapatnak meg lehet mondjuk akár a középmezőny alsó fele? Hát én ugye tavalyból azért vagyok ennyire kicsit úgymond melankolikus, mert azt hiszem, hogy ennél sokkal több volt a tavalyi csapatban is, mint hogy csak a Tapolcát tudjuk megelőzni. Képesek lettünk volna tavaly is a középmezőnyre. A hozzáálláson sok minden múlik. Én bízom benne, hogy a motivált fiatalok példát tudnak mutatni és tudnak segíteni az idézőjelben már kiégett az NBA csalódását nehezen emésztő játékosoknak, és újra motivációs erőre kapunk. Most a társasági nyereségadóból sikerült úgy kiszállnunk, hogy rengeteg sportszert tudunk biztosítani a játékosainknak, a felkészülések színvonala is jelentősen változott, rengeteg pénzt tudtunk ebbe belefektetni, úgyhogy ez adhat egy új löketet, ha azt gondolom, ha most nem, akkor sosem. Tehát akkor ebből a keretből többet nem lehet játékos, hogy jó csapatot építeni. Én minden évben próbálkozom, a lehető legtöbbet kihozom magamból. Nyilván a játékosaim sem azt mondom, hogy nem próbálkoztak, de a tavalyi szezon mind az én munkámból, mind az övükéből hagy kivetni valót maga után. Remélhetőleg idén másképp indul. Nagy a fogadkozás, én nagyon bízom bennük, és persze bízom magamban is. Az edzések mellett terveztek-e edzőmeccseket? Természetesen, az Etószásével biztosan, hogy fogunk játszani. Ők egy fiatal NB1B-s csapat, Rosta Miklóssal jó kapcsolatot ápolunk, és biztosan egy oda-visszavágos rendszerben legalább kétszer szeretnénk velük találkozni. Ezen felül azért egy-két megyei csapattal is, nyilván a saját bajnokságunkban nem szeretnénk játszani senkivel sem, nagyon túl sem szeretnénk készülni magunkat edzőmeccsekből, tehát kell emellé nagyon sok fix edzés is, de egy 3-4 alkalommal remélhetőleg tudunk készülni. Az első fordulóban felcsúton lépett pályára a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub U18-as és U16-os csapata. A nyitófordulóban nem termett babérjaink számára, javítási lehetőség szombaton a Kecskemét ellen kínálkozott. A kiemelt bajnokság második körében bár a házigazdák játéka sokat javult, ez még pontokban nem mutatkozott meg. Mindkét együttes nyeretlenül várja a hétvégi Szombathely elleni folytatást. Játékban némi előrelépés tapasztalható volt az U18-asoknál, bár Lantai Balázs csapata a Kecskemét ellen sem kezdett jól. Fél óra után Sudár Csaba mester hármasával már 0-3 volt az eredmény. A második félidőben valamivel jobban játszott a Pelc, esélye azonban így sem volt a pontszerzésre, 0-4 lett a végeredmény. Teljesen megérdemelt volt az ellenfél sikere. A feladatunk az volt ezen a mérkőzésen, ugyanis a múlt héten már nekünk elkezdődött a bajnokság, felcsúton kezdtünk, és a 97-es korosztályunk egy elég nagy pofonba szaladt bele. Azt kell, hogy mondjam, hogy tanuló fázisban vagyunk. Bármilyen hihetetlen, sajnos ki kell mondani azt, hogy 18 éves gyerekeket meg kell tanítanunk futballozni. Ez senki másnak a felelőssége, csak a miénk, hogy itt tartunk. Most jelensebben azt látom, hogy az előző héthez képest ugye elég nagy pofonba futottunk bele, most taktikailag egy kicsit fegyelmezettebb játékot tudtunk játszani, jók voltak a visszazárások, az ellenfél a mélységindításokat jól játszotta. Azt kell, hogy mondjam, egyéni hibákból születtek a gólok, de összességében a csapatjátékban sokkal jobb teljesítményt nyújtott a csapat, mint múlt héten. Mi történt múlt héten felcsúton? Mi okolható azért a nagy arányú vereségért? Elsősorban az, hogy egy felcsúti akadémiával futballozni mindig is kihívás. Számunkra ez mindenképpen az volt. A merítési lehetősége a felcsúti akadémiának egy korosztályából 200-300 gyerek, hozzánk pedig a hozzánk betérő gyerekből kell úgymond csapatot formálni. Nincs egyszerű feladatunk, de én annak örülök, hogy van közöttük olyan játékos, aki akar futballistává válni, és látok biztató jeleket. Perceken belül kezdődik az U16-os mérkőzés, mit várhatunk tőlük? A 99-es korosztály felcsúton előző héten 4-0-ra kapott ki, ott viszont már azokat a jeleket, amit itt a 97 játszott, már tapasztaltam, sokkal fegyelmezettebb játékot tudott nyújtani, mentálisan, fizikálisan és taktikailag, technikailag egy érettebb csapattal futballoztunk, viszont a következő feladat a Kecskemét. Én azt mondom, ez a bajnokság nekünk tanulás,
és igazából, hogyha reálisan akarok fogalmazni, nekünk a szintmérő, hogy hol tartunk. Most tudjuk, mi vezetők, mi edzők tudjuk, hogy hol tartunk. Az a célunk, mint ahogy elmondtam az előző riportban is, hogy felzárkóztassuk. Mennyi időre van erre szükség szerinted? Ez elsősorban a gyerekeken is múlik, pontosabban azon, hogy a gyerekek hogy járnak edzéssel. Ugyanis jellemző dolog sajnos az, amit most mi jelen pillanat tapasztalunk, hogy tisztelt a kivételnek beesnek edzésre játékosok. És van úgy, hogy hétvégén sem tudjuk azt, hogy éppen milyen kezdőcsapatot tudunk kiállítani. Ez volt az edzőmérkőzésekre jellemző. Most viszont már a bajnoki meccsekre úgy látom, hogy kezd egy valamilyen szinten realizálódni, és egyre fegyelmezettebbé válnak a srácok. U16-osaink 7-1-es vereséget szenvedtek. Javítási lehetőség augusztus 29-én Szombathelyen kínálkozik. A 2014-2015-ös tanév kezdetével lassan elindul a Kilián DSL lány és fiú csapatainak kézilabda szezonja. A kézilabda szövetség felé megtörténtek a nevezések, a megerősödött Erima bajnokságban idén is komolyan számolni kell a mieinkkel. Az egyesület az elmúlt szezonban is remek idényt futott, melynek elismeréseképpen a Magyar Diáksport Szövetség kitüntette ifjabb Kont Sándort. Az elmúlt szezonban fiú- és lányfronton is szép eredményeket ért el a Kilián DSE, emellett Pápán is több alkalommal rendezte kézilabda eseményt. A Magyar Diáksport Szövetségtől egyedüli Veszprém megyeiként a diáksportért végzett kiemelkedő teljesítményért ifjabb Kont Sándor vehetett át elismerést. Hát a Magyar Diáksport Szövetségtől kaptam egy diáksportért kitüntetést, ezt 20-an kapták az országból, megyenként egy fő, megyéből az én nevemet küldték fel javaslatként, amit a Magyar Diáksport Szövetség elfogadott, és tőlük kaptam májusban egy kitüntetést. A diáksportért végzett munkámért, a diáksport versenyek szervezéséért, lebonyolításáért kaptam ezt a kitüntetést. És hogy fogadtad, mikor megtudtad? Természetesen örültem neki, meglepetés volt a számomra. A nyári pihenőt követően ismét beindulnak az intenzív edzések. A diákokra, ahogy tavaly, idén is hosszú szezon vár. A nevezéseket már meg kellett tennünk a kézilabda szövetség felé. A csapatainkat az Erima bajnokságba leneveztük. Az idei évre talán egy kicsit szervezettebb lesz a bajnokság, és egy sokat több feladatot fog számunkra adni. Már most megvannak a három megyének a nevezetjei, ahol 10 főnél kevesebb létszámmal nincs egyetlen egy korosztályunk se, és ezeknek a csapatoknak rendes kézzel a bajnoki rendszerbe hétvégénként fordulóik lesznek, úgyhogy nagyon sok utazással, nagyon sok mérkőzéssel fog járni. Egy-egy rendezvény, nekünk is 2 kell rendezünk itt Pápán. Reggel 9-től este 7 óráig a csarnokba csak kézilabda meccsek lesznek, ahol egy-egy korosztálynak 6-8 csapata itt lesz, és játszani fognak egymás ellen. A nagylányok viszont már az Erimát kinőtték, és viszont nekik is kellett valami bajnoki rendszerbe versenyezniük, és úgy néz ki, hogy őket pedig a megyei kézilabda bajnokságba fogjuk elindítani. Hasonló sikerek várhatóak, mint az elmúlt szezonban voltak? Hát az év elején mindenki egy szinten fog, egy bajnokságba fog szerepelni. Nem lesz kiemelt bajnokság, és nem lesz régiós bajnokság. A Veszprém utánpótlástól a Győr utánpótlásáig mindenkivel összekerültünk, mert az idéntől a Győr-Sopron megye, Veszprém megye, illetve Vas megye csapatai egy bajnokságba fognak szerepelni, és lányvonalon ugye Győr megye, fiúvonalon Veszprém megye nagyon erős, és csak februártól lesznek a csapatok alsóház, felsőházra bontva, addig viszont minden csapattal mérkőzni fogunk. Hát a fiúknál is az U12 tavaly megnyerte a régionális bajnokságát, ugyanúgy, hogy a lányoknál. Tehát ők is hozták az eredményt, őnáluk is megvannak a korcsoportok. Ők most pont úgy jött ki a bajnokság, ami nekünk pont fordítva lett volna jó. A fiúknál
ott U14-es bajnokságot rendeznek, és ugye nekünk U13-as csapatunk van, tehát egyen nagyobbakkal fogunk szerepelni. A lányoknál viszont U13-as bajnokságot rendeznek, és nekünk meg U14-es csapatunk volt, akik már ugye kiöregedtek, és azért kellett nekik valami versenyrendszert találni. Hagyomány a pápai esebb vízilabda szakosztályánál, hogy a bajnokságra való felkészülés egyében vízilabda edzőtábort hirdetnek, melyhez bárki csatlakozhat. A tradíció idén sem szakadt meg, a jelentkezőknek és az utánpótlás csapatoknak két héten keresztül napi két edzést vezényel Cseh László és Korpics István. A felnőtt csapat nyáron a Sas tornán vett részt, ahol az ötödik helyet szerezték meg. Úszni tudó kicsiket és nagyokat egyaránt vár az egyesület, még ezen a héten sem késő csatlakozni a tréningekhez. Reggeltől egészen délután 4 óráig kicsiket és nagyokat egyaránt szívesen látnak a Várkertfürdőben. A felnőttek a nyári pihenő után Szentesre utaztak, ahol a Sas tornán ugrottak vízbe. Elég vegyes volt a társaság a Sas tornán. Voltak erdélyi csapatok, felvidéki csapatok, sőt Szerbiából is érkeztek Vajdaságból. Elég vegyes csoportba került a pápai csapat. A mérkőzések nehezen indultak, ugye egész nyáron ugye mindenki nyaralt, az összesokottság hiánya, illetve az edzetlenség megjelent, és az első két meccset elvesztették, utána viszont két meccset nyertek, és így a csoportjukból a harmadikként tovább kerültek. Most a rájátszásba egy meccset nyertek, ez annyit jelentett, hogy a 8 közé kerültek. A 8 között azonban kikaptak egy, hát ifjú titánok volt a csapat neve. Ezek a srácok budapesti első osztályú egyesületekből verbúválódtak, 18-22 év körüli srácok, és tőlük egy szoros mérkőzésen kikaptak. Így az 5-től a 8. helyén játszottak, ahol aztán hát egy kis erősítéssel az 5. helyet szerezték meg. Kimondottan erős volt a mezőny, hát többek között olyan játékosok játszottak, akik valamikor ifjúsági válogatottak voltak, illetve válogatottak, de Tatabányából a Dala, ahol a Canzleitner például, vagy ott voltak például a Vasasból a Vörös Viktor, tehát sorolhatnám a nagyobbnál nagyobb neveket. Végül is ez egy felvezető torna az őszi szezonra. Ugye itt a válogatottakat kivéve, akik most a világkupán szerepelnek, majdnem azt lehet mondani, hogy minden egyesülettől, minden városból, ahol vízilabda van, onnan képviseltette magát valaki. A szezon most már itt Pápán is elkezdődött, hiszen zajlik a mai naptól kezdve a vízilabda tábor. Milyen munkát tervez a fiataloknak és mennyien vannak? Igen, két részre osztik a munka nehézsége. Az első rész, a könnyített munka, az természetesen a 2002-2003-2004-es srácoké, akik tavaly összekezdték ezt a sportot. És ugye vannak az igazolt játékosok, a gyerek egy, illetve a serdülő csapat játékosai, akikre külön van méretezve a program. A mai nap 2000 méter úszással kezdtünk, ez természetesen nem egybe, hanem egy megszakításokkal, illetve hát természetesen előtte bemelegítéssel, erőleti gyakorlatokkal, illetve hát ilyen 200 méteres attakokba mérve az úszást, különféle nehézségi fokozatokat fölállítva úsztuk le ezt a 2000 métert. Most már a délutáni penzumot csinálják a gyerekek. Itt két pályát kaptunk, és két pályán két kapura játszunk majd, miután passzolgattunk, illetve kapura lövéseket gyakorolták a srácok. Csak az egyesület tagjai vannak, vagy vannak mondjuk olyanok is, akik mondjuk külsősök? Hát meghirdettük a városba a külsősöknek is, sajnos nem nagyon jelentkeztek, egy fiú jelentkezett, aki nem egyesületi tag, bárkit szeretettel várunk, aki úszni tud, és nem lépte át a 14 éves korhatárt, illetve 8 évesnél idősebb a fiú, de lányokat is várunk, mert például Győrbe alakult egy lánycsapat,
akik szintén innét Pápáról is vittek el már lányokat, úgyhogy bárki, fiúk, lányok jöhetnek, és ez a tábor 9:30-16 óráig tart, 1500 forint a napi kiadás, ebbe ebédet kapnak a gyerekek itt a Várkert fürdő éttermébe. A többi csapat felkészülése, a többi korosztálya mikor indul? A serdülők, akik kiöregedtek, és nem tudjuk, hogy indulnak-e más csapatoktól ifjúsági bajnokságban csapatok, ők Győrbe edzőtáboroznak a győriekkel, mert ott is van 5 kiöregedett serdülőjátékos, tőlünk is Kürti Tamás, Fábián András, illetve Varga Dávid ment át Győrbe, és ha úgy alakul a helyzet, akkor ott egy vegyes csapattal indulnak a Dunántúli Ligába, az ifjúsági korosztályba. Ők most ott csinálják az alapozó edzőtábort Lajta Jandor vezérletével. Szeretnénk, ha jönnének fiatalok, nagyon érdemes elkezdeni ezt a sportot minél előbb, mert egészséges az úszás, jó társaság van, illetve hát a magyar vízilabda arra predesztinál bennünket, hogy minél több gyerekkel megismertessük ezt a sportot. Ugye az EB-n csodálatosan szerepeltek a fiúk is, meg a lányok is. Most a világkupán még csak a csoport meccseken vagyunk túl, de ott is ugye idáig a horvátokat is megvertük, kazahokat, ausztrálokat. Hát reméljük, hogy a világkupán is az első 4 között végez ez a csapat, aki tudjuk, hogy a legnagyobb célja a Brazíliába riói olimpia megnyerése. Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a Fighting Force-ese. Az egyesület idén ünnepli fennállása 15 éves évfordulóját, emellett részt vett a VAKF Szövetség 2 nemzetközi küzdősportgáláján, ahol tovább gyarapodott a klub amúgy sem szegényes éremgyűjteménye. A távolabbi tervek között ősszel egy újabb gála szerepel. Az egyesület áprilisban ünnepelte 15. évfordulóját, mely alkalomból szemináriumot tartottak a küzdősportcentrumban. Ezt követték a tavaszi versenyek, melyekkel remekül helytáltak a versenyzők. Kassa László elmondta, végig dolgozták az egész évet, most pedig az Európai Küzdősportfesztiválra készülnek, mely novemberben lesz. Folyamatosan dolgoztuk végig ezt az évet is, ugye ahogy a tavalyit, annyira nem is látványosan. Ugye a tavaszig gyakorlatilag a felkészülésünk zajlott, hiszen ez mindig egy külön dolog az alapozás, hogy sikerül, az meghatározhatja az egész évet. És hát különösen készültünk, hiszen áprilisban volt az egyesületünk 15 éves, április 19-én. Aznap nem tudtuk megünnepelni, mert verseny voltunk, előtt egy héttel ünnepeltük meg, oly módon, hogy a műben működő küzdősportcentrumot csináltunk egy szemináriumot, ahova Pápaváros jelentősebb edzőit meghívtam, és nagy örömmel is fogadták a meghívást. Tehát többek között Kolpis Gábor, Mihály Fákos, Pillér Gábor, Mezei Csabi, illetve Gajdosi Győző mesterek, mindenki eljött, és egy nagyon jó szemináriumot tartottak. Az én emberjem, illetve a saját emberei közül is sokan eljöttek, úgyhogy egy nagyon jó hangulatú szeminárium volt, állóhasztól a földrevitelen keresztül a földharcig, úgyhogy egy jó hangulatú vidám beszélgetéssel tényleg olyan ünnepi volt. Tehát ő hozzájuk amúgy is régebbi kapcsolat fűzött, úgyhogy nekem duplán megtiszteltetés volt, hogy eljöttek, és hát együtt dolgozhattunk. Ugye rá egy hét, 19-én egy szomorú apropóból mentünk versenyre. Egy korábban elhúlt sportásunk, Pastulics István emlékére rendezett tornán vettünk részt. Hát itt is sem elsősorban az eredmények voltak a fontosak, annak ellenére, hogy 6 versenyzőt vittem és jól is szerepeltek, hanem hogy megemlékezzünk erről a sportásunkról. Májusban már nagyobb erőpróba vártánk, hiszen egy nagy nemzetközi tornán vettünk részt, és ez nekem azért volt fontos, mert itt a gyerekeknek is voltak külföldi ellenfelek, többek között horvátok, olaszok, bosnyákok, hiszen franciákkal, és hát nem minden emberemnek, hát ugye több magyar volt természetesen, mint külföldi induló, de azért itt a kicsik közül is azért már volt, aki, tehát a Máril Bence olasz ellenfelet kapott, és ez egy nagy megtiszteltetés egy kisrásznak a nemzetközi megmérettetés, látszott is a teljesítményükön, de nagyon ügyesek, harcosak voltak, csak hát ugye a rutin hiányzott. A felnőttek jól szerepeltek, Virág Péter igaz, hogy magyar ellenfél ellen, de győzni tudott,
a lányok között is Székelyföldi Jennifer azért olyan tornát nyert, ahol horvát induló is volt, egy ilyen mini négyes tornát, úgyhogy annak nagyon örülök, hogy azt megnyerte, és rengeteget dolgozott. Kovács Ramon, aki most már meccsről meccsre egyre szebben, agresszívebben, jobban bunyózik, ő is most már több mérkőzés hozott, és hát természetesen jelenleg a legértékesebb emberünk Enyingi Andris, aki három kategóriával indult, egy magyar, egy bosnyák mérkőzés, amit megnyert, és hát véleményünk szerint egy olasz meccset is megnyert, csak azt elvették tőle. Erről nem is akarok többet mondani. Úgyhogy ez a gála, ez egy rendkívül jó hangulatú és erősségű verseny volt. Azért mondom még egyszer, hogy mind a magyar, mind a külföldi ellenfelek, tehát innen már a másik szövetségből is jöttek azok a keményebb klubok, akik erre szakosodtak. Úgyhogy én örülök neki, hogy ott is részt vettünk. Aztán hát utána már ez a nyárban inkább a felkészülés, a szinten tartás volt a fontos. Ugye én azt szoktam mondani, hogy nyáron azért tartunk edzést, hogy ne szaladjanak széjjel a gyerekek. Mert hogyha nyáron befejezzük, akkor ősszel van novemberben, októberben összeszedem őket. Úgyhogy nyáron is végigedzettünk, és akkor most bejött ez a EFC kupa, amire most meghívást kaptunk. Ez végül is egy felkészülési gála volt, ugyanis októberben lesz a világbajnokság Horvátországban, ahol sajnos nem tudunk elmenni, azt már most tudom, hogy anyagilag teljesen ki vagyunk mellesztve, úgyhogy ezt nem tudtuk bevállalni, mert az a legeszegi verseny és a szülőkkel dobtuk össze a pénzt, hogy le tudjunk menni, úgyhogy viszont utána novemberben lesz egy Európai Küzdősport Fesztivál itt Magyarországon, tehát nem Európa Bajnokság, hanem Európai Küzdősport Fesztivál, ahol már szeretnénk részt venni, és arra azért jó volt ez felkészülésbe. Ügyesek voltak a srácok, itt is voltak győztes meccsek, veszítettünk is mérkőzést, úgyhogy én azt mondom, hogy azt az átlagot tudtuk hozni, amit a versenyeken már megszoktak tőlünk. Most ugye egy új gárdával dolgozom, főleg a gyerekek. Most vannak egy olyan 2-3 meccsen túl, amikor már lassan tudják, miről van szó, de ahhoz még kell az a valami, ami rutinos versenyzőkké teszi őket. Most a felnőtteknél ugye hát Enyingi Andris, Virág Péter, azok, akiket inkább elviszek több versenyre, ők ma azért rutinosabbak. Hát meg még van egy-két tehetség, akik nagyon élesen bunyóznak, de több éles helyzet kell nekik, hogy rutinos versenyző váljon belőlük. De hát azt hiszem, hogy most szeptemberben nekiállunk, és nyáron, amit sikerült formát átmenteni, azt kicsit szeptemberben megélesítjük, még októberben rádolgozunk, és a novemberi gála lesz az, amikor először egy olyan komplet csapattal tudok kiállni, akit már úgy nyár elej óta tervezgetek, szervezgetek. Hogy alakultak a csoportok az idejében? Hát az idejében a csoportok azok megmaradtak, most már tradicionálisan három csoporttal dolgozok, van egy a hölgyekből álló tornacsapat, akik nagyon-nagyon hát határozottan kitartanak mellettem és rendszeresen járnak, tehát az egy nagyon jó kis csapat. Azon kívül van egy 14 év alatt és egy 14 év feletti csapatom. Nyáron nők össze vannak vonva, hiszen nyáron inkább mennek el nyaralni meg mindenfele, tehát nehéz így csoportbontásba, örülök, hogyha két csoportból összejönnek egy csoportnyian. Úgyhogy ez mostan így dolgoztunk nyáron, illetve hát majd ősztől visszáll a rend. Tehát akkor hétfőn, szerdán ugyanúgy megmarad a két csoport 5, illetve 6-tól, és kecsütörtökön pedig a hölgyeket várjuk, hogy ezen a csoporton már nem is akarok változtatni. De van még néhány privát tanítványom, hát ők is külön van egyeztetve, de a csoport ez a három csoport volt, van és lesz is. Hogyan emlékezel vissza az Egyesület 15 évére? Hát az Egyesület 15 éve, az gyakorlatilag nagyon sokat forgattam az Egyesületi nagykönyvünket, amit én nagyon-nagyon régóta ragaszgatok már. Meg nézegettem a régi felvételeket, ugye hát veletek is a 93-as elsőt, ami ugye már nem tegnap volt, és úgy gondolom, hogy én szubjektívan tudok erről. Objektívan is tudnék, mert azért nagyon sok visszajelzést kaptam, hál' Istennek ott a 15 éves évforduló környékén. Szubjektívan magamat vagy magunkat úgy ítélem meg, hogy én úgy gondolom 28 éve vagyok Pápaváros sportéletében jelen. 28 év alatt rengeteg dolgot tettem le az asztalra, én ezt bátran elmondhatom, elmondják olyanok is, akiknél nem így van, de elmondják. És az útkeresés, aminek a végére értem, akkor, amikor létrejött az Egyesület, és onnantól kezdve már csak azért tudtam dolgozni, hogy az eredményes legyen, tehát minden mást háttérbe szorítottam, hogy eredményes Egyesületet hozzak létre. Én úgy gondolom, hogy
hogy ahol lehetett, mi részt vettünk, az Egyesület, vagy én, vagy rajtam keresztül Egyesület, mindenhol jelen voltunk. Az első játékfesztiváltól, ami a Volt-Szovjet laktanyában volt, ott voltunk, a sportágválaszokon keresztül, az első sportcsarnokbeli rendezvény az a mi gálánk. Tehát mindenhol próbáltunk ott lenni és jelezni azt, hogy mi létezünk. Sajnos az utóbbi időben rengeteg nemtelen támadás ért engem. Ez egy kicsit bárnyékolt ezt a születésnapot, de én csak a szépre próbálok emlékezni arra rengeteg emberre, akikkel foglalkoztam, akiknek az edzője lehettem, és akik most mind értékes sportemberek ebbe a városba, az országba, és hát nagyon örülök, hogy nemzetközileg is.